Élmény és vélemény. Itt állunk a Budapesti Műszaki Egyetem Q épülete előtt, ahol egy ballon felbocsátása készülődik a stratoszférába, és itt van velünk Bodó Zsófia, aki nem más, mint az ilyen ballon felbocsátásokért felelős egyik főszervezője. Ennek a csapatnak a neve az, hogy Universal Platform for Robotics and Aerospace, és hát én igazából úgy csinálok, mintha nem tudnám, hogy ez pontosan micsoda, és légy szíves, meséld el a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy mi ez, és hogy miért eregettek fel ilyen lufikat olyan rettenetesen magasra, ami már majdnem a világűr. Okay. Mi a Budapesti Műszaki Egyetemen működő Simonyi Szakkollégiumnak az egyik csapata vagyunk, illetve azon belül is van egy olyan kollégiumi kör, ami robotikával kezdett el foglalkozni, eredetileg kifejezetten ilyen Lego, kicsi Lego robotoknak a programozásával, és ez aztán így kinőtte magát mindenféle olyan projekté, amiben beágyazott rendszerek, robotika, automatizálás van. Hogy miért küldünk fel dolgokat stratoszférába, az a miért is, ne? Hű, tehát ha már ekkora tapasztalatod van, vagy tapasztalata van az uprának, akkor ugye fölmerülhet bennem a kérdés, hogy hogyan kell elképzelni egy tipikus repülést, például a mait. Tehát, hogy ezt szépen föl fogjátok engedni, eddig értem. Na most ez felmegy a stratoszférába. Amúgy első kérdés, hogy ez kb. Milyen magasságig kell elképzelni, mert a stratoszféra az ugye jó nagy. És aztán a másik kérdés meg, hogy ugye nem tudhatjátok előre, gondolom, hogy ez hol fog leesni. És azt eleve mi határozza meg, hogy hol és mikor esik le, azt ti távirányítjátok, vagy egyszer csak... De szóval ezek. Mi várható ma? Jó sok kérdés, úgyhogy szólj, hogyha nem válaszoltam meg mindent. Mi két típusú ballonnal dolgozunk, ez most a nagyobbik ballonunk, aminek itt lent a Földön egy ilyen 1,5-2 méteres átmérője lesz. Ennek a fő magassága az egy ilyen 30-35 kilométer magasra tud felmenni. Az útvonalat igazából valamennyire fogjuk tudni előrejelezni olyan szinten, hogy a ballonozásnak főleg Angliában, Németországban eléggé nagy hagyományai vannak, és ezért van egy olyan szimulációs oldal, ahol gyakorlatilag kifejezetten ballonokra szakosodtak, szimulációkat tudsz készíteni, ezek eléggé pontosak. Nyilván minél közelebb vagy a felbocsátás idejéhez, annál pontosabbak. És akkor most tudjuk, hogy mi most valószínűleg a bükkbe fogunk kikötni egy jó kis éjszakai erdei sétára. És akkor ő megküld egy SMS-t, vagy hogyan kommunikáltok, amikor mondjuk a horizonton túl jár, vagy ez nem is fordul, de ez előfordul. Ugye ez előfordul, hogy bár jó magasan van, de előfordulhat, hogy nincsen vele közvetlen rádiókommunikáció. Hogyan szól nektek, hogy gyertek, szedjetek össze, itt vagyok? Ez hogy történik? Előfordulhat, igyekeztünk így viszonylag sok olyan módot beleépíteni a rendszerbe, hogy redundáns legyen, tehát hogy többféle módon. Egyrészt tényleg az SMS küldés az való igaz. Van benne két ilyen SIM-kártyás modul, ami hogyha már abban a magasságban ér, ahol a földi GSM hálózatokra tud csatlakozni, akkor fel tudod hívni, ő kicsit udvariatlanul kinyomja a telefont, viszont cserébe SMS-ben elküldi a koordinátáját. Tehát, hogy ez az egyik ilyen megoldás, ami létezhet. A másik pedig, ami megoldás, az az, hogy egyrészt ott fent majd épül fel a földi állomásunk, illetve most együttműködünk itt a BME épület tetején levő nagy tányér antennákkal, műhold követő antennákkal, és ők is követni fognak a mai napon minket, úgyhogy jó esetben azért lesz folyamatos információnk arról, hogy merre jár éppen a lufink. Itt vagyunk tehát a földi állomásnál, ami majd végig fogja követni ennek a ballonnak az útját. Ez itt például maga a rádióvevő antenna, amit, ha jól értem, szintén itt a csapattagok készítettek el,
És hát ugye nem tudjuk nem észrevenni, hogy ezek itt jól látjuk, hogy mérőszalagokból készültek, de hát a magyar űrtechnika számára ezek nem újdonságok, hiszen már a Maszat 1, a nagyon sikeres első magyar műhold is úgy indult el, hogy pontosan ilyen mérőszalagból készült az antennája, és hát nagyon sokáig nagyon sikeresen működött, de ott meg laptopokat is látunk. Tehát ez itt maga az irányító központ, vagy mi történik itt? Igen, tehát, hogy ez itt a földi állomásunk, a mi kis saját földi állomásunk, ez valóban egy ilyen fa lécből, meg colstokokból készült antenna, úgynevezett jági antenna. Gyakorlatilag ez egy irányantenna, tehát, hogy amerre áll, abban az irányból képes fogni a ballon, illetve bárminek a rádió jeleit. Mögöttem pedig vannak még laptopok, ezeken fut olyan program, amivel képesek vagyunk követni, illetve fogni a ballonnak az antenna jeleit, illetve vannak még ilyen pici kis mini antennek, ez a kis fekete antenna, kis fekete vevő, gyakorlatilag ezekkel fogjuk, illetve követjük a ballonnak a jeleit. És az a mai repülésnek az egyik fő célja, hogy egy ilyen távérzékelési kamerát teszteljetek. Okay. Ennek a kamerának az érdekessége, hogy ez egy teljesen saját fejlesztés. Multispektrális kameráról van szó, amin két lencse van, az egyik az optikai tartományban, a másik pedig a közeli infravörös tartományban fotóz. Őt már mi teszteltük, három repülést jött velünk, teszteltünk ilyen teljesen napos, napsütéses nyári időszakban, szép képei voltak, és most arra gondoltuk, hogy kipróbáljuk, hogy például ilyen szürkület közeli időpontban így mi az, amit látunk az egész történetből, illetve mennyire térnek el mondjuk az infra és az optikai sávnak a felvételei. Úgyhogy ez az egyik, illetve lent, amit láttatok, egy szép zöld ponyva, az pedig van egy kis képfeldolgozó csapat szintén itt a szakkollégiumon belül, akik segítenek nekünk, és ők kérték, hogy csináljunk egy ilyen kalibrációs felvételt, hogy hasonló színű a zöld maga a ponyva, mint a körülötte levő füves terület, de elvileg látszódnia kell majd az elkészült fotókon. Most az történik, hogy elkezdték kiemelni szépen óvatosan magát ezt a payload train-t. Ez így gyakorlatilag ez az, ami repülni fog. Ott a jobb oldala lesz felaplikálva a lufira. A Vostok alakú objektum az ténylegesen egy 3D nyomtatott Vostok. Az gyakorlatilag április 12-én Gagarin repülésének az évfordulóján volt egy repülés, és van benne egy Lego Gagarin. Az alsó három doboz az mind a három egy-egy kamera. Ugye vannak rajta tényleg ilyen Remove Before Flight pinek, amik ténylegesen annak használódnak, aminek kinéznek, tehát ténylegesen ezek kiúzásával. Mert egyébként elmondtam nem is olyan rég egy műsorban, amit olvastam, hogy amikor a Luna 3 elment lefényképezni a hold túlsó oldalát, akkor majdnem rajta hagyták a kamerán a védőlencsét, mert nem volt rajta piros Remove Before Flight pin. És az utolsó pillanatban valakinek eszébe jutott, hogy visszament, és ott volt rajta. A checklistben egyébként nálunk is megvan, hogy az indítás előtti utolsó egyik lépés az, hogy megszámoljuk, hogy hány darab Remove Before Flight pin van kézben. Hát ez nagyon jó, akkor... Most ugye több kameránk van, tehát meg nem mondom, hogy most hánynak kell lennie, de a checklistben benne kell lennie, hogy hány van. Amikor én gyújtottam, akkor azt hiszem, hogy 8-nak kellett lenni. Tehát elindult az UPRA ballonja a stratoszféra felé, majd még megtudjuk később, hogy vajon hogy sikerült a leszállás, és kíváncsian várjuk, hogy milyen eredményeket hoz a kutatás, és hát így indult el egy egyetemistákból álló csapat a világűr határa felé, ez volt a mai Parallaxis. Reméljük tetszett nektek ez a kis videó.
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Itt vagyunk az ELTE Fizika Intézet Kármán laboratóriumában. Nézd meg a Parallaxis Labor epizódjait a Facebook oldalunkon vagy a YouTube csatornánkon. Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban.